Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szent Mihály arkangyal üzenete neked. Ez az én kártya kivetésem, de érezhető lesz ennek az arkangyalnak az energiája. Itt a képen Szent Mihály arkangyal látható. A neve azt jelenti, olyan, mint az Isten, vagy a fények hercege. Őrzi a nap birodalmát, jelenti a szépséget, a kisugárzást, azon kívül a belső egyensúlyt. Szent Mihály arkangyal kiűzte Szátánt az égi hatalomból, mint ahogy a képen látható. Emiatt van Szent Mihály arkangyalnak egy erős hatása, és óv bennünket a gonoszságok ellen. Szent Mihály arkangyal őrzi az isteni forrást, és ehhez megvan az erőssége. A jóisten iránti hűsége megingathatatlan. A jelképe egy hatalmas kard, amellyel legyőz mindent, ami a gonoszságra utal. Ide tartoznak a félelmeink is, hiszen ez számunkra a legnagyobb ellenség, és Szent Mihály arkangyal segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. Azon kívül, ha valami olyan átláthatatlan, akkor az ő hatása alatt világosan látjuk a dolgokat, vagy kiderül az igazság. És mi a Szent Mihály arkangyal üzenete neked? Ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. A kártyákat természetesen én raktam ki, ez az én elemzésem, de érezhető itt Szent Mihály arkangyal energiája. A téma az, hol vannak félelmeink. Milyen területen vannak gonoszságok, hamisságok, ahol védeni kell magunkat, és szükségünk van Szent Mihály arkangyal segítségére. Milyen témáról van szó? Erre utal az első kártya ott bal oldalon. Itt látható egy lovas férfi. A kezében van egy arany érem. Ez utal pénzügyi dolgokra, itt lehetnek hamisságok vagy félelmek, és mutatja a munkát is. Tehát az is előfordulhat, hogy a munkahelyeden valaki támad téged. Itt kezünkbe kell venni a dolgokat, hogy előre menjenek az események. De mivel ez a fehér ló ott botlik, mert hátrafele tekint, így ez a múltra utal. Tehát, ha nem akarunk hibázni, akkor előre kell nézni, hogy előre menjenek az események. Kezünkbe venni a dolgokat, és megnézni ezt az arany érmét, ami nem csak a pénzre és a munkára utal, hanem a belső értékekre is. Légy annak tudatában, hogy te értékes vagy. És megérdemled azt, hogy birtokba vegyél olyan dolgokat, amit megérdemeltél. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy tud Szent Mihály arkangyal segíteni neked. Milyen tanácsot adna ő most? Szimbolikusan itt a nyerekben ülsz, szintén egy fehér lovon, de nem úgy, mint a másik képnél, hogy visszafele tekintesz a múltba, hanem itt előre mennek az események. És jelen pillanatban ez a fontos, hogy kezedbe vedd a dolgokat, légy bátor, lelkes, és akkor minden sikerül. Amikor támadásokról van szó, külső hatásokról,
vagy valami, ami félelmet vált ki nálad, akkor ott van Szent Mihály arkangyal, ő segít neked. Így bátran előre tudod vinni a dolgokat. És a jövőt azt mutatja a következő kártya. Amire az első kártya felhívta a figyelmedet, hogy vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ügyelj az anyagiakra, a munkádra, de ami fontos, hogy légy tisztában azzal, hogy mennyire értékes vagy a belső értékeiddel. És itt az utolsó képnél, ami a jövőre utal, látható, hogy ez sikerülni fog. Te vagy itt ez a királynő. Te állsz a középpontban. Ott van a kezedben az arany érem. Ügyelsz az anyagiakra, a munkádra, rendezed ezeket a dolgokat. És tisztában leszel a belső értékeiddel. A félelmek vannak. Ott van Szent Mihály arkangyal, segít neked, nem vagy egyedül. Legyen meg a hited, és akkor minden jóra fordul. Amit még ez a királynő közöl veled, a föld elemét, hiszen erre utalnak az érmék. És a föld eleménél reális dolgokról van szó. Ha megvannak az álmaid, a terveid, akkor ezt a közeljövőben meg tudod valósítani. Kívánok hozzá sok sikert, nagyon sok szeretettel, Dendera!